aki tényleg tudott oroszul, és vállalkozott, hogy tolmácsol a két csapatvezér, vagyis nagyanyám, meg a kirgiz tizedes között. A tizedes elmondta nagyanyámnak, miszerint jó pár csergőórát összeszedett már ebben a hadjáratban, de sehogy sem tudta kiokumlálni, hová tegye majd őket a jurtában, ha hazakerül. Azt szeretné, hogy fontosságuknak megfelelő helyre kerüljenek, de nagyanyám ötlete segített megtalálni a megoldást. Odahaza neki is van egész sereg idős nénikéje. Azok kontyában méltó helyen lesznek a csergőórák. Köszönet és hála nagyanyámnak. Semmiség az egész, legyintett nagyanyám. Jöjjön csak bátran bármikor, ha bántja valami. Épp majd megoldjuk. A kirgiz aztán hálája jeléül nem is vitte el Ignác Zájék óráját. Pedig, mint mondta, igazán kedves emléktár lett volna az itteni szép pillanatok felidézésében. De ember szeretet és nagy lelkűség is van a világon, oktatta ki nagyanyám. Nagyanyám egészen természetesnek vette, hogy megmaradt az óra. Amire ő vigyázott, az nem szokott elveszni. Meggyőződésem, hogy ha a háború után nagyanyám is ott lett volna a béketárgyalásokon, Észak-Erdély sorsa is másképpen alakul. De hát se nagyanyámat, se Bolondlinát nem hívták meg 47-ben Párizsba a békealkudozásokra, pedig ott lett volna helyük. A szomszédság körében még ma is tartja magát a nézet, hogy tévedés történt, amikor újra kijelölték a határokat. Mert a nagyhatalmak nem vették figyelembe, hogy azt a fertályt, ahol ők laknak, voltak éppen ki nagyanyám és Bolondlina szabadították fel, némi orosz segédlettel. Neki keseredett, reményvesztett arcokat látva gyakran jut eszembe, hogy nagyanyám a legkritikusabb helyzetekben is tudta, mi a teendő. És ha mégsem, szeretett kísérletezni. De hát nagyanyám egy belevalós rác volt. Elhangzott Molnár Vilmos novellája. Történet Bolondlináról, meg a Vörös Hadseregről. Kedves hallgatóink, a délutáni teja mai műsora véget ért. 17 órakor híreket mondunk, majd a Bakelit parti következik Kádár Zoltánnal és Jeremiás Istvánnal. 18 órától pedig a Kotta várja vendégeit a Sztákánov együttessel a 3-as stúdióban. Ha tehetik, maradjanak velünk. Én elköszönök a jövő heti viszonthallásra. Gáspár Sándort hallották. Társadalmi célú hirdetés. Szeretjük Székelyföldet. Ezért nem hagyjuk ott a kutyagumit a járdán vagy a fűben, hogy mások szagolják és belelépjenek. Nem igaz, hogy szerencsét hoz. Saját egészségünk érdekében fogyasszunk naponta legalább 2 liter folyadékot, lehetőleg ásványvizet. Társadalmi célú hirdetést hallottak. Gondolj egy képre. Ismerős arcokkal. Sokszor hallott történetekkel. Gyakran bejárt helyekkel. Olykor itt hagynád. Mert úgy tűnik máshol szebb. Izgalmasabb. Aztán mégis marad. Mert van valaki. Valami. Akit. Ami. Szeret. Vagy meg tud szeretni. Nem mindig könnyű ezt megtalálni. De tarts velünk. Talán egyszerűbb lesz. Erdély Magyar Televízió. Életünk képe. Pont 10 éve. 17 óra. Híreket mondunk. A mikrofonnál Molnár Imola. Előjáróban fontos.
legfontosabb jelentéseink röviden. Újjáéleszteni a tudományos kutatást az új kutatási és innovációs miniszter. A lakosság 59%-a szerint kimondottan előnyére válik Romániának a Dévésel ura telepített rakétavédelmi rendszer. Még mindig több hamis riasztás érkezik, mint valódi segélykérés a 112-es egységes vészhelyzeti hívószámra. Ma megnyílt Marosvásárhely főterén a virágvásár. Az évszakhoz képest továbbra is rendkívül meleg lesz adáskörzetünkben. A délutáni csúcsértékek 19 és 25 fok között változnak. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Szabad utat adna a fiataloknak szánt kutatási támogatások elnyerésére kiírt versenyeknek, újjáéleszteni a tudományos kutatást, valamint a csapat közötti kapcsolatszerűzést, az új kutatási és innovációs miniszter. And crashed into the car that was driving normally on the other side. The car driver is being treated in hospital and is under police watch. Rescue work and other investigations into the cause of the accident are ongoing. China will officially provide earthquake monitoring services for its high-speed rail networks by 2021. It will increase the country's early warning information service capabilities and strengthen the safety of China's high-speed rails. More research will be done on early earthquake warning technology and increase accuracy and reliability. This will help people take emergency measures to escape and inform the railways to launch response plans. Official data show China's software industry has registered rapid revenue growth in the first three quarters of this year. From January to September, business revenue reached 4.5 trillion yuan, a 15% increase year on year. During the period, profits of the industry climbed by over 14% to hit nearly 569 billion yuan. FAW Volkswagen Automotive has begun recalling some 200 imported cars in China. Safety risks with gearboxes are said to be the main reason behind the recall. The recall involved imported Audi R8 models. The Australian government would be pressured to establish a federal anti-corruption commission. Members of the crossbench in the House of Representatives, the lower house of Australia's parliament, have joined forces to call for the commission. A társadalmi viselkedés tanulmányozott csoport felmérése szerint a megkérdezettek 33%-a ugyanakkor úgy véli, a NATO-nak növelnie kellene a Romániában állomásozó katonái számát. 14%-uk szerint a jelenleginél is kevesebb NATO katona kellene, hogy legyen az országban. A megkérdezettek 74%-a úgy véli, Románia első számú szövetségese továbbra is az Amerikai Egyesült Államok kellene, hogy maradjon. A megkérdezettek többsége, 87%-a pedig egyetért azzal, hogy a hamarosan Romániába érkező új amerikai nagykövetnek is támogatnia kell a korrupció ellenes hatóság által a korrupt politikusok ellen indított eljárásokat. A felmérést október 17-e és 20-a között készítették 803 személy megkérdezésével. A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget tegnap a fiatalokról szóló püspöki színódus a Vatikánban háromheti tanácskozást követően. A tegnap este közzétett dokumentum a modern társadalmakat érintő számos kérdéssel foglalkozik, a migrációtól kezdve a virtuális valóságban az írásban emellett a püspökök leszögezték azt is, hogy nincs az a bűnbánat,